Szevasztok, köszöntök mindenkit a Restartot. Látjátok, szokás szerint ugye 5 és 6 között élőben informatika a mai témánk. Nagy nap ez a mai, kérem szépen. Hiszen ma leplezik le, ha minden igaz, a Windows legújabb verzióját, és végre tudhatunk meg információkat is róla. Hát sajnos nem a műsorunk idejében lesz mindez, hanem utána, úgyhogy majd a holnapi adásban fogunk tudni nektek beszámolni róla, remélhetőleg érdemes lesz mindenképpen nézni bennünket, ettől függetlenül ma is nézzetek minket, hiszen vannak híreink, és természetesen ma is igyekszem megoldani problémákat, amennyiben van nektek olyan, akkor nyugodtan ragadjatok valamilyen készüléket, mondjuk egy Skype-ot, vagy egy telefont, és pötyögjétek bele a megfelelő paramétereket, amiket a képernyő alsó részén olvashattok, ugye tv.fix.hd, ez a Skype címünk, illetve 44513 49, ez pedig a telefonszámunk. Facebookon is várunk benneteket, a facebook.com/fixhd címen már posztolódik rólam ki a kép, ugye, remélhetőleg, ami ugye arra buzdít benneteket, hogy nézzétek a Restartot, és nyugodtan tegyétek ezt, és ugye a facebook.com/fixhd címen is várom tehát a hozzászólásokat. Aki szeretne követni engem a saját Facebook oldalamon is, megteheti ezt a facebook.com/vendifix címen, de a műsor alatt inkább a facebook.com/fixhd az, amit folyamatosan csekkolok, illetve nézem az oda küldött üzeneteket, úgyhogy oda küldjétek, ha esetlegesen kérdésetek van. Igen, most már Skype is aktív, úgyhogy lehet nyugodtan hozzászólni a témákhoz. Így van. Hú, de szépre sikerült ez a kép, Krisztián, jó sötét. Viszont az, hogy Restart, az legalább látszik, úgyhogy ez a lényeg szerintem. Itt a nézők szempontjából mi más, mint egy perfekt Restart, így 17 órakor a fixen. Hát mi más lenne így van. No, hát kezdjük el a dolgokat, hiszen azért vannak itt a Windows-zal kapcsolatban híreink, még ha kimondott ugye új történéseket nem is tudunk még, de remélhetőleg este okosabbak leszünk, viszont azt már tudjuk, hogy olcsó, szuper olcsó laptopokat fog a HP piacra dobni, méghozzá Windows-os laptopokat. Hogy egész pontosan ez mit jelent, ez a szuper olcsó, hát ilyen körülbelül 50 ezer forint lesz az ő ára. Na most arra én azért kíváncsi leszek, hogy 50 ezer forintból milyen laptopot lehet csinálni. Ugye a HP az, mint gyártó, kapásból nem az olcsó kategóriás laptopok világában szokott általában járkálni, illetve piacra dobni termékeket. Hát most úgy néz ki, hogy ebbe a szegmensbe is beszáll. Mindjárt mondom nektek a paramétereket, hogy milyen laptopról beszélünk. Elemzők szerint egyébként komolyan megszorongathatja a Chromebook eladásokat ez a legújabb lökés, amely ugye a Windows terjedését a HP egyik új termékére vonatkozóan hát így dobtak piacra. Ugyanis hétfőn bejelentette, hogy a Stream 11-es laptopja, ez lesz ugyanis a neve, alig 200 dolláros, tehát nagyjából 50 ezer forintos árcímkével kerülhet a boltokba, és egész jó specifikációja van. Na nézzük, mik ezek. Egy 11,6-szolos HD kijelzővel ellátott laptopról beszélünk, amely 2,6 GHz-en pörög, de egy Celeron processzor van benne, na itt kezdődnek a problémák, szerintem legalábbis. 2 giga memóriát tesznek bele, ami szintén azt gondolom, bár attól függ, hogy milyen oprendszert akarnak rátenni, hát gondolom én a minimum egy Windows 8-at, de az is lehet, hogy már a Windows 9-et, ugye az új Windows-t, na de ahhoz elég 2 giga RAM, tehát hogy ez igencsak a netbook kategóriáját, hogy is mondjam, erősíti, bár teszem hozzá, hogy ugye igazából, hogyha le van butítva, tehát egy olyan Windows lesz rátéve, ami esetlegesen csökkentett erőforráson is alkalmas futni, akkor nem lesznek olyan különösebb bajok, csak kérdés, hogy mire fogják tudni használni az ilyen laptopokat a kedves felhasználók. Azért jó egyébként ez a processzor, bár szerintem nem, de mert kapás, én nem tudom, gyerekek, én a Celeronnal mindig is úgy voltam, hogy szerintem ne. Tehát, hogy de állítólag azért jó, mert az a nagy előnye ennek a processzornak, hogy nem igényel aktív hűtést.
és ennek köszönhetően ventilátort sem kell ezekbe a készülékekbe belerakni, tehát gyakorlatilag működés közben teljesen halk marad a számítógép, pláne hogyha mondjuk esetleg nem merevlemezt, hanem ugye valamilyen flash alapú tárolót tesznek bele, tehát mondjuk egy SSD-t, de ebben nem SSD lesz, hanem egy eMMC flash memória lesz benne, méghozzá 32 gigányi. Ami nem csak azért előnyös, mert szintén nem ad ki magából semmilyen hangot, hanem mert energiából is alig eszik valamit, tehát nagyon keveset fogyaszt. Így akár a laptop egyébként 8-15 órán keresztül is alkalmas lehet arra, hogy használjuk egy feltöltéssel. És hát egyébként megnézhetjük a laptopot. Igen, kis aranyos kis vékonka, mondjuk ez a lila, ez nem tudom milyen, milyen nem is tudom, indítatásból ilyen színű, de természetesen gondolom én mindenféle színekben lehet majd hozzájutni ehhez a készülékhez. Tehát abszolút a Chromebookot próbálják meg ugye gyakorlatilag, hát nem koppintani, hanem versenyezni vele. Azok a felhasználók, akik hajlandóak $30, tehát nagyjából körülbelül 7000 forinttal is többet is rászánni a készülék megvásárlására. Természetesen itt az Egyesült Államok áráról beszélünk, most az, hogy itt forintosítva van, ez csak a mihez tartás kedvéért, csak hogy érezzük, hogy mennyibe kerül kint az Egyesült Államokban, azért próbálják meg forintra mondjuk úgy lefordítani, azért Magyarországra azért ismerjük, hogy mire beérkeznek ezek az eszközök, azért nem 50.000 forintba fog szerintem kerülni, hanem minimum 80-ba, de lehet, hogy még egy picikét többe is. Tehát a lényeg, hogy aki $30 többet hajlandó kifizetni ezért a laptopért, ő a 11,6 colos kijelzőt 13,3 colos méretben tudja már megvásárolni. Sőt, opcióként még 4G-s modemet is raknak a készülékbe. Ugyan utóbbinak köszönhetően menet közben is tudnak internetezni a kedves felhasználók, anélkül, hogy ehhez a gépet a mobiljukhoz kéne kapcsolni, illetve utóbbi akuját terhelnék a kommunikációval, tehát a mobilunkat. Gondolunk itt. Az új Stream 11-es, illetve a Stream 13-as laptopok ezen kívül rendelkeznek HDMI kimenettel is, de persze külső egér, billentyűzet és háttértároló csatlakoztatására is van lehetőség, hiszen vannak rajta USB bemenetek, kimenetek is. Ezen kívül egy évnyi 1 terrás Microsoft OneDrive előfizetés is jár hozzájuk, sőt ugye a 4G-s modellekhez pedig egy életre szóló havi 200 megás ingyen forgalom, és hát természetesen az Egyesült Államok területén, abban a konstrukcióban, ahogy az ottani szolgáltatók ezt ajánlják. Magyarországon nem biztos, hogy ez ebben a formában meg fog valósulni. Egyelőre nem árult el a HP egyébként, hogy pontosan mikor kezdi el majd a szuperolcsó laptopjainak forgalmazását, de arra értelemszerűen mindenképpen az idei karácsonyi szezon előtt kerül majd sor. Mint mondtam, ez nem derül ki a hírből sem, szerintem Magyarországon ezt egyelőre felejtsük el, de persze ki tudja. De lesz majd ilyen szép kék, meg lila, tehát hogy ez igazából egy kicsit olyan, és ugye a gépnek a specifikációjából is ítélve, én most nem akarok rossz indulatú lenni, de ez ilyen játéklaptop. Már úgy értem a játéklaptopot, hogy nem játékra való, hanem egy kicsit olyan gyerekeknek, diákoknak, internetezésre, ilyen netbook-szerű megoldásra van ez inkább kitalálva, tehát sokat ne várjunk tőle. Tehát egy olyan, mint talán ahhoz tudom hasonlítani, mint régebben a netbookot az ő atomprocesszoraikkal, körülbelül ugyanaz a konstrukció. Hát ugye Chromebook. Chromebookokkal szeretnének versenyezni, hát meglátjuk mennyire sikerül, már csak azért is, mert tehát hogyha ezt így nézzük, akár sikerülhet is, mert a Chromebookok annyira nem maradtak nagy sikert, mondjuk így. És ha már Microsoft, akkor kicsit beszéljünk Bill Gates fizetéséről, ugye hát ez örök téma szokott lenni, most újabb hírek láttak napvilágot, méghozzá kapásból úgy kezdődik a cikk, hogy percenként 4 millió forintnak megfelelő összeget keresett az elmúlt egy évben Bill Gates. Percenként! A Forbes magazin a hét elején ismét frissítette a megszokott leggazdagabb amerikaiakat rangsoroló listáját, aminek első helyén nem meglepő módon ismételten Bill Gates végzett. A Microsoft jelenleg 58 éves alapítója, ugyanakkor idén keményen rávert minden konkurensére, amit pedig egyébként saját maga előző teljesítményeire is, ugyanis $9 milliárd növelte a vagyonát az egy évvel ezelőtti állapotokhoz képest. $9 milliárd.
Az érdem persze elsősorban nem személyesen Gatesé, hanem a Microsofté, az utóbbi időben hihetetlen magasságokban szárnyaló részvény árfolyamoknak köszönhetően, aminek révén a cég vezetésében az évelején visszatért szakember vagyona az elmúlt egy évben minden egyes percben 4,2 millió forintnak megfelelő dollárral gyarapodott. A naponta 6 milliárd forinttal gazdagabbá váló cégalapító teljes vagyona így mostanra már 81,2 milliárd dollár, vagyis nagyjából 20 ezer milliárd forintot is eléri, ami olyan magas szám, hogy vetekszik a teljes magyar költségvetés egyéves értékével. Tehát ő így gyakorlatilag minden magyarországi költséget tudna állni, hogyha szeretne egy éven keresztül. Ugye? Ilyen magánvagyona van. Irigykedhetünk. Bizonyám. Külön érdekesség, mindezt, ha figyelembe veszik, hogy Gates már eddig is eladományozta vagyona több mint egy harmadát, nagyjából 30 milliárd dollárt már ő úgy adományokra költött, ami azért rendes tőle, valljuk be őszintén. Ez akkora összeg, amivel önmagában is fel lehetne kerülni a szóban forgó lista 16. helyére egyébként. Tehát amit ő adományozott, azzal a Forbes magazinban, ha csak ennyi vagyona lenne, vagy a Forbes listája szerint, ha ennyi vagyona lenne, akkor is a 16. helyen végezne. A Microsoft alapító egyébként 13,4 milliárd dollárt vert rá az őt a listában második helyen követő Warren Buffettre, aki 33,1 milliárdot a harmadik helyen befutó Larry Ellisonra, aki a közelmúltban jelentette be visszalépését, ugye az Oracle éléről. Mark Zuckerberg, a Facebook alapítója 34,8 milliárdra becsült vagyonával csak a tizedik helyen végzett. Larry Page, Sergey Brin, illetve ugye ők a Google alapítói pedig 31,7, illetve 31,2 milliárdos megtakarításukkal a 11, illetve 12. helyre futottak be a listán. Steve Ballmer, aki még érdekes lehet, ugye a jelenlegi Microsoft, illetve nem a jelenlegi, az évelején távozott ugye a Microsoft éléről, neki 22,4 milliárd dollárja van, illetve volt az elmúlt, vagyis az előző évben, ő a 18. helyen végzett. Azért ez durva, nem, hogy a tech cégek vezetői vannak általában ezen a listán. Vannak persze olyanok is, akik nem ebben a szférában, hanem az energia szférában vannak, csak ugye hát ha már ez egy informatikai műsor, meg egy informatikai vonatkozású hír, akkor most itt inkább a tech cégek nagy arcairól esett szó, de hát úgy látom, hogy jó helyen vannak. Ha? Kicsit irigy vagyok, de csak egy picit. Engem nem érdekel annyira a pénz, aki ismer, azt tudja, hogy én legyen amennyi kell, vagy tehát ugye amennyi úgy elég arra, hogy az ember megérdegéljen, nem vagyok ilyen pénzgyűjtő, pénzhajház, pénzsóvár, meg ilyenek, de hát azért úgy egy picit úgy irigy vagyok, mondjuk így ki. Jó? Na, úgyhogy lehet irigykedni, ha összeadjuk az összes embernek a vagyonát, hát ez meg Jézus Mária. Na mindegy. Ebbe bele sem muszáj gondolni, ezek csak ilyen érdekes, mondhatni bulvár jellegű adatok voltak. Mert hogy egyébként nagy a lapítás a informatikai területen a mai napon, aminek nem is értem az okát egyébként, szerintem mindenki várja a Microsoft konferenciát, és az IT újságírók, legalábbis itt Magyarországon az összes IT-val foglalkozó portálon nincsenek egetrengető újdonságok, szerintem mindenki az estére készül, és mivel gondolták, hogy akkor igen, tehát reggel nem kelünk föl, és nem vadászunk össze híreket, hanem majd este fogunk dolgozni, már hogy nem mi is, de a portál szerkesztők is, ezért szerintem ezért nem jelent meg ma semmi extra hír, amiről érdemes úgy kimondottan beszámolni, de persze, ha ti tudtok valami jó dologról, akkor nyugodtan osszátok ezt meg velünk. Na, nézzük, hogy milyen hozzászólások érkeztek tőletek. Gabriel kérdezi tőlünk. Hello Wendy, szerinted jó választás lenne egy Galaxy Core 2? Szerintem igen, nincs azzal különösebb gond. Bár, de igen. Jó. Nem akarom kifejteni a véleményemet, mert az a baj, hogy ez a gyártó, ez nekem annyira nem a szívem csücske. Ezt ugye talán lehet rólam tudni, de igazából nincs is vele különösebb bajom. Nem, ezt a Galaxy Core 2-t mint úgy nem ismerem, de amennyire tudom róla, egy ilyen közép kategóriás telefonnak minősül, az meg úgy szerintem nem olyan rossz igazából. Természetesen egy csúcskategóriás az jobb lenne, de hát ez sem olyan rossz.
Aztán új 4G-s mobiloknak már térerő sem kell, ezt a cikket linkelte nekünk Tamás. Azért érezzük, hogy ez nem így van, valószínűleg. Olvassátok el, ha gondoljátok. Illetve, mi az, amit még itt küldtetek? Úgy látom, ezt Misi is elküldte. Figyeljetek, hogy egy hír csak egy ember küldjön el, mert különben feleslegesen szemeteljük el a posta, vagy a, mi az a Facebook oldalunkat. Józsi írja, a Celeron a mai napig egy gyenge Pentium. Hát ez azért nem teljesen van így, meg az, hogy mit jelent az, hogy tehát az, hogy Pentiumról beszélünk, az már manapság nem így hívják ugye az Intelnek a processzorait, az is egy széria volt annak idején, jó sokáig ezzel apostrofálták, manapság nem Pentiumról beszélgetünk, persze a Pentiumos időszakban a Celeron az valóban a butított Pentium volt. Manapság is a butított, mondjuk úgy, hogy core processzorok családjába tartozik, de igazából pont a fogyasztását tekintve, illetve azt, hogy például a jelen esetben az imént említett laptopnál például ugye nem igényel hűtés, de persze vannak olyan Celeron processzorok, amik azért igen, így gyakorlatilag ugye a hangtalan gépet tudja megvalósítani, ami azért nem egy rossz dolog, bár egyébként túl sok hangja nincs egy számítógépnek, most pláne mióta én is SSD-t használok például a laptopomba, ennek sincs különösebb hangja. Néha felzúg benne a ventilátor, amikor valami erőforrás igényesebb progit futtatok, de hát az ugye a proci ventilátor, meg mondjuk nem ártana már kipucolni vagy kicserélni ezt a ventilátort az én gépem, mert néha olyan nyekergő hangot ad ki magából, hogy ezt mondjuk nem halljátok, mert itt elég nagy amúgy is a zajszennyezés ebben a környezetben, de úgy néha csöndes szobában otthon azért szoktam néha hallani, hogy milyen hangot ad ki itt a gépem. Másra asszociál az ember a hangkiadás kapcsán. Milyen hangokat? Képzelhetitek akkor milyen hangokat ad ki. No! Aztán Piros Gábor, üdv Vendi, egy olyan kérdésem lenne, hogy tudsz-e valamit ezekről a VGA-tú HDMI konverter boxokról? És itt linkeltél is egy ilyen konverter boxot, mindjárt megnézzük, hogy mit tudhat ez. Hát figyelj, van ilyen, nekünk is van ilyen boxunk, amivel át lehet alakítani jeleket. Hát nem kicsit más, mert a funkciója gyakorlatilag hasonló. Léteznek ilyenek, és egyébként ez még akár reális is lehet. Tehát így igen, tehát úgy nem, hogy látunk ilyeneket, hogy kábel, és akkor át van alakítva egy HDMI VGA-ra, és csak egy kábel, tehát semmi olyan eszköz nincs közötte, ami ezt megvalósítaná, az abban a formában nem lehet igaz, hiszen a HDMI nem megy át analóg videójára. Ha egy DVI lenne átalakítva, rá is olyan DVI, amiben van, tartalmazza az analóg, mondjuk úgy csatornákat is, azt át lehet alakítani. Sokszor egyébként videókártyákhoz szokták is kiegészítőként adni ezt a bizonyos VGA DVI átalakított. HDMI-ből nincs ilyen, hiszen ott tényleg digitális kijáratból kell VGA-t csinálni, vagy fordítva. Tehát itt ugye, ez nem tudom, hogy ez a box, ez a VGA-ból csinál HDMI-t. Tehát, hogy egyébként, amit te itt írtál, hogy VGA, ja nem, jól írtad, igen, VGA to HDMI. Tehát ez gyakorlatilag azt eredményezi, hogy egy analóg videóból ő csinál egy digitális videót, és ugye azokhoz a monitorokhoz, vagy tévékhez lehet hozzákötni ezek segítségével az analóg kijárattal rendelkező általában számítógépet, amiken ugye HDMI bejárat van. Ára alapján $20 lehet nagyjából hozzájutni, azt, hogyha átszámoljuk forintba, végül is reális nagyjából egyébként ilyen 10.000 forint magasságában van itthon ilyesmi. Hát ha külföldről berendeled, akkor nagyjából fele annyiért meg tudod vásárolni. Csak kérdés, hogy a postaköltség miatt ez megéri-e. Mert ilyen kis összegeknél nem biztos, hogy érdemes külföldről berendelni ilyen eszközöket. Mert hogy mondom, tehát legalább még egyszer ennyi lesz a postaköltség, akkor még ugyanott tartasz, mint ha itthon megvennéd 10.000-ért. Tehát ennél olcsóban nem fogod tudni szerintem megvásárolni. Ha csak nem nézel körbe valamilyen aukciós oldalon, ahol valakinek van-e fölösben egy ilyen, és nem kell neki, és lehet, hogy olcsóbban eladja. De itt most megnézed ezt az árat, plusz hozzá a szállítási díjat, amit mondjuk itt egész olcsónak írnak. Tehát, hogy itt 500 forintért hazaszállítanák. Nem áll. Szerintem nem. De, international shipping. 500 forintért? Hát a szomszédban nem viszi át a posta 500 forinttal a levelet.
Igen, mondjuk valószínűleg Krisztián, hogy ez nagy mennyiségre utalhat, tehát hogy nagy mennyiségben, ha rendelsz, de nem, mert itt egyet is lehet rendelni, tehát ez nem erre vonatkozik. Nem tudom. Na mindegy, a lényeg, hogy Magyarországon is lehet ilyet kapni, mondom. Tehát nézzél körül, szerintem, most azért mondtam a 10 000-et, mert nagyjából ilyen árért. Lehet, hogy olcsóbban is van egyébként már, de ilyen létezik, és mindenképpen, tehát azt akartam az egészen mondani, hogy olyan, amikor látsz egy kábelt, ami ebből abba alakítja, tehát annyi minimális ismerete azért mindenkinek, vagy gyanúja legyen, hogy analóg és digitális közötti átalakítás, konverter, tehát konvertálás nélkül nem igazán lehetséges. Fordítva igen, mondtam az előbb ugye a DVI lehetőségét, de a DVI tartalmazza az analóg jelet, legalábbis a DVI I azt hiszem, a DVI D nem. Úgyhogy azoknál ott nem kell, csak egy egyszerű kis átalakító megteszi. Ahol viszont analóg, digitális vagy fordítva digitális analóg konverzió kell, az mindenképpen minimum egy dobozka, ami ezt megcsinálja. Tehát ezt egy sima kábellel nem lehet megoldani. Tehát ez valószínűleg erre való, hogy ez megcsinálja. Jó. Oké. Okay. Aztán Mark... Ja, már kérdés, még volt tegnap is, ha jól emlékszem. Ja igen, ez a tegnapi, hülye vagyok. Jó, kicsit visszanéztem, mert hogy mindig azt kapom, hogy nem hátulról kezdem az olvasást, most direkt letekertem hátra, úgyhogy, és akkor a tegnapi üzenetbe futottam így hirtelennyiben bele. Jó, nézzük, mi van itt még. Mi ez? Gebe írja nekünk, üdv, ezt a képet most találtam, gondoltam, megosztom hangulatfokozóként, némileg meleg lehet a gépezet. Na, hogy ott valaki süt éppen valamit a laptopjával? Aha, sajtot, vagy nem tudom, mi akar ez lenni. De egyébként persze, tehát, hogy mondjuk az már gáz, ha ilyen szinten forró a helyzet, de hát az ember oda teszi a laptopjához a kezét, azért itt is, ha hozzá most így tartod, azért ez így forró. Tehát a levegőt ki kell fújni, hiszen maga a gép melegszik. Kérdés ugye, hogy mennyire van éppen terhel, most nincs terhelve. A videót néznék, vagy valami, akkor azért kicsit jobban melegedne a gép. Ez normális, de általában ugye a laptopokban lévő hűtési rendszer, tehát maga a ház kialakítása úgy van megoldva, legalábbis a normálisabb gyártóknál, hogy ez nem okoz problémát. Most az, hogy meleg levegőt fog kifújni magából, és ott esetleg annyira meleg levegőt, hogy ott megolvad valami, ami ott van a környékén, az már azért lehet, hogy bajos, de alapvetően értjük, köszönjük szépen. Aztán Tamás írja nekem, üdv Wendy, szabad-e tudni, hogy milyen SSD-t használsz a laptopodban? Hát ezt most hogy mondjam el neked, Tamás, egy szabványos SSD-t használok. Egyébként azt hiszem SATA 3-as, a márkát nem mondom, mert nem akarok reklámot csinálni neki. SATA 3-as, azt hiszem 400 megabyte per másodperces írási és olvasási sebessége is van, tehát ugyanakkor az olvasási meg az írási sebessége. Amit igazából nem tudok teljes mértékig kihasználni, mert ugye SATA 2-es csak a laptopomban lévő SATA vezérlő. Tehát míg ez SATA 3-at is tudna, és tényleg 400-on tudna esetleg menni, úgy vagy akár 450-en is, lehet, hogy 450-es, már nem emlékszem rá pontosan. Így nekem ilyen 250 és 300 között húz, de ha jól emlékszem, ezt a múltkor már egyszer lemértük. De hát akkor most megint megmérjük, hogy milyen sebességű a laptopomban lévő SSD. Gyorsan akkor lefuttatok itt egy tesztet egy pillanatra nektek, csak hogy lássátok, hogy mit lehet kihozni belőle. Meg ugye, ha dolgozik a rendszer, azért, na nagyjából most, ha jól látom, akkor a maximális, amit eddigi teszt során kihozott, az a 261 megabyte per másodperces sebesség. De mint mondtam, tehát maga az SSD többet is tudna, csak hát ezt ugye a laptopnak is tudni kéne, hogy kicsit gyorsabb sebességgel menjen. Én 300 körül is pörgettem már, tehát ha éppen nem csinál semmit a gép, nem játszik le semmit, csak azért itt most a háttérben futnak alkalmazások, akkor ma tessék, most fölment, na megközelített a 300-at, tessék, 298 megabyte per másodperces sebesség, amit nagyjából tart is, tehát jóval gyorsabb az SSD. Egyébként megmondom, szabványos, laptopokban általában ugye a SATA, tehát a vinyót tudod kicserélni SSD-re, vagy esetleg az optikai meghajtót lehet beáldozni, és akkor a vinyó mellé is rakhatsz SSD-t esetlegesen. Vannak olyan laptopok, amikben meg ugye az asztali gépekben jellemző a PCI Express-es megoldásban is létezik, ugyanez a történet, az ugye jóval gyorsabb sebességre is ad lehetőséget, de ugye pont tegnap volt kérdés,
egyik kedves nézőnk kérdezte, hogy két SSD-t érdemes-e például RAID-be kötni. És akkor mondtam, hogy gyakorlati különbséget nem nagyon fog észrevenni az ember. Ehhez tartom is magam, tehát van azért egy elméleti olyan sebesség, amit ki lehet belőlük hozni. Most a RAID-be ugye össze lehet úgy kötni őket, hogy egymást támogatva akár kétszer olyan gyorsan is tudnának működni. Ez azért ugye itt nagyon sok mindentől függ, a belső busz sebességtől, akár a SATA, akkor a SATA vezérlők sebességétől, tehát hogy ha gyorsabb is lesz bizonyos teszteredmények során, a gyakorlatban ez nem igazán fog különbséget eredményezni. Tehát mondjuk akkor szemléltessük egy Windows bootolása kapcsán, talán egy másodperccel gyorsabban fog bebootolni a Windows, de mondjuk ott is ezt leginkább Windows, minimum Windows 7-en lehet egyébként kihasználni, de inkább a Windows 8 esetén. Már csak azért is, mert RAID-re operációs rendszert tenni, plusz ráadásul SSD-be mindezt, azért az eléggé zoral dolog egyébként. Csak igazából túl sok értelme nincs, én azt gondolom. Na, közben itt azért szépen látszódik a háttérben mögöttem, nem muszáj bevágni, mert látszódik egyébként a grafikon, hogy azért ezt a sebességet úgy tartja, és hát mondjuk bevághatjuk egy pillanatra megmutatni, hogy ez nagyjából ugye itt a 150 és a 300 között mozog, de nagyjából a 250 megabyte per másodperces szintet tartja. Most jött meg a 304 pont, tehát most egy pillanatra 307 is van, tessék, tehát hogy 309? Na, mondom, én 340-et is, vagy 320-at, nem emlékszem rá, olyat is mértem bele egyszer. Hát ugye dolgozik folyamatosan ő is, ugye a random access miatt azért ingadozik, mint a Vinyó esetén. A Vinyó esetén ugye a mechanikus mozgás miatt, ugye flash drive-ok esetén, meg a random access, tehát a véletlen hozzáférés miatt ingadozik azért a gyorsaság, tehát nem egy ilyen csík folyamatosan, és mindig annyival megy, hanem azért itt ugye a különböző fine műveletek során, ugye itt az elérések is gyorsabbak, tehát ezért jó az SSD ilyen szinten. Úgyhogy ennyit tudok az SSD-kkel kapcsolatban mondani. Nagyon sok mindent lehetne még, millió meg egyféle van már a piacon ezekből is, úgyhogy utána lehet olvasni, ha komolyabban érdekel, kedves Tamás. Egy biztos, tehát hogy a felhasználói élményt azt gondolom, hogy megdobja, és még szerényebb képességű laptopokon is, most az enyém az egy közepesnek számít, nagyjából, de akár még egy gyengébb, tehát mit tudom, egy Core 2-es kategóriában is jelentős gyorsulást hoz. Tehát tényleg jelentős gyorsulást hoz a Vinyó miatt. Tehát a Vinyó ugye lassú, pláne a laptopban lévő Vinyók általában lassúak. Tehát az 5200-5400 RPM-es fordulat az mondjuk úgy, hogy lassúnak számít. Tehát Vinyóban kapásból ilyen 100 megabyte per másodperc egy gyorsabb sebességet nem nagyon tudtam elérni, de az volt a max. Tehát inkább a 60 és 100 között mozgott valahol. Na most ahhoz képest a 250 és 300, hát gondold el, milyen olvasási megírási sebességről beszélünk. És persze, ha gyorsabb lenne a laptopom, tehát tudná a SATA 3-at, akkor még följebb tudnánk menni, tehát még gyorsabb lenne az elérés. Illetve az olvasásírás és az elérés is, azt így mindig hozzá kell tenni. Pluszban! Aztán az lenne a kérdésem, hogy vettem a mai nap egy DPS nevű tabletet, amin van HDMI kimenet, arra lennék kíváncsi, mint laikus, hogy analóg tévérevel nem lehetne összekötni? Hát nem. Tehát a HDMI az digitális videó kijárat. Tehát hogyha most itt mire gondolunk itt analóg tévé esetén? Tehát ez ilyen fogalmi zavarok vannak, kedves András Péter, vagy Péter András, már csak azért is, mert egy tévé, a tévé az nem digitális, de analógnak sem mondható, illetve gyakorlatilag mindkettő egyben. Hiszen mondjuk egy tévé, ami digitális adások vételére alkalmas, attól még maga az, hogy te tévét nézel, tehát a tévé megjelenítés a végén, az egy analóg művelet, hiszen az ember is analóg. Tehát az, hogy lássunk, a látás, mint úgy, ez egy analóg dolog. Persze ezt egy elég hülyén hangzik ezt így kimondani, de így van. Tehát a tévének az a dolga, hogy mutassa a képet. Tehát ha itt most te régi hagyományos tévére gondolsz, tehát képcsöves tévére gondolsz, akkor nem lehet. Tehát a HDMI-be azt, tehát nem voltak szerintem, vagy lehet, hogy vannak olyan tévék, amiben lehet HDMI-t, régi CRT tévékben. Nem valószínű, hogy van olyan, de az a lényeg, hogy csak olyan tévével tudod összekötni, ebben van HDMI. Vagy, ugye az előbb beszéltünk pont a konverziókról,
át lehet ezt konvertálni, tehát akkor neked egy olyan konvertert kell venned, csak kérdés, hogy a konverter mennyire lesz kompatibilis majd azzal a felbontással, amit egyáltalán lehet ugye használni, már csak azért is, mert a régi képcsöves tévék esetén ugye a felbontásról úgy nem nagyon tudunk beszélni. Tehát egy szabvány felbontásról tudunk beszélni, ami ugye a 625 sorit Magyarországon, a analóg felbontásról beszélünk, tehát digitálisban, tehát ezt át kell alakítani, és le kell butítani a felbontást, ugye, tehát meg tudja mutatni azt a képet. Tehát így vannak erre ilyen sufni megoldások, illetve ilyen konverterek, amikkel meg lehet csinálni, csak egy nagyon csúnya eredményt fogsz kapni belőle. Ez olyan, mint amikor a számítógépedet rá akarod kötni egy régi hagyományos CRT-re. Meg lehet csinálni. Vannak olyan videókártyák, amiken van analóg kimenet, kompozit vagy S-videó. Rá tudod kötni egy tévére, na de azért az ég és föld lesz egy monitorhoz képest annak a minősége. És ugye felbontásban is le kell menned egészen a 720x576-ig minimum, ahhoz, hogy egyáltalán értékelhető képet kapjál. Jó? Oké, telefonálunk, van vele, folytatjuk. Halló, halló, szia! Szia, Miki vagyok. Halló, Miki, parancsolj! Figyelj, nekem olyan kérdésem van TV ügyben. Aha. Van egy Samsung Smart TV-m. Igen? És csinál olyat, hogy mikor a netre akarok menni vele, kiírja, hogy a szerver ugye nem található, tehát ledobja a TV-t a net. És ez többször is előfordul. Uh-huh. Valamikor vissza se jön, csak hogyha kibekapcsolom a tévét és újra. Igen, hát ez lehet szoftverhiba is egyébként, meg az is lehet, hogy bár ez azért nem valószínű, mert csak észrevennék, ugye úgy működnek az okos tévék egyébként, csak egy kis technikai háttér hozzá, hogy van az az okos tévés felület, amikor megnyomod az okos tévé gombot, vagy a smart gombot, hogy gyakorlatilag betölt, mondjuk úgy, hogy egy weboldalt gyakorlatilag, egy központi szerverről teszi mindezt. Tehát általában, ha nincs rádugva a netre a tévé, akkor be se jön a maga ez a felület már, hanem például olyan hibákat dob ki, mint nálad. Hát most Wi-Fi-n csatlakozik. Wi-Fi-n, aha. Tehát ezért kérdeztem ezt, mert szerintem ott lehet, hogy ilyen Wi-Fi csatlakozási problémái lesznek a tévének, és lehet, hogy alapból valamiért eldobálja magát az internetet a tévé, és ugye ezért nem működik a smart funkció sem, mert mint mondtam, az igazából egy webfelületet tölt be egy központi szerverről, és azon tudsz te ott navigálni, és úgy történnek a különböző alkalmazásoknak a futtatása, amikor rámész valamire. Na most, ha nincs net rajta valamiért, akkor ugye ez történik, ami nálad. Hogy mi az oka, azt nem tudom, próbáld meg azt, amit az okostelefonoknál is szoktam javasolni, hogy esetleg a Wi-Fi routeredben más csatornát osztasz ki neki, vagy próbáld meg, hogy esetleg... Szoktam próbálni, mert automatár van állítva, uh-huh. És hogyha kikapcsolom ugye a routert, akkor mindig ugye azt a csatornát találja meg, ami éppen nem annyira foglalt. Aha. És lehet, hogy kézzel kéne valamilyen csatornát. Van egy ilyen Wi-Fi analizerrel. Aha. Hogy hol van a Wi-Fi, és hogyha mit tudom én, ott beakad valami másikba, akkor ugye kiszoktam kapcsolni újból be, igen. És akkor ugye által másik csatornára. Uh-huh. Hát igen, ezt rá lehet bízni a routerre is, csak ez nem mindig működik jól. Úgyhogy célszerűen inkább kézzel beállítani egy csatornát a routerben, amin állandóan sugároz. És akkor ott ezt letesztelni, vagy egyébként én a tévékhez oké, hogy van bennük wifi meg ilyenek, bár én jobban szeretem magam részéről is, mert nálam is így van egyébként megcsinálva, meg célszerűbb az, ha kábellel van bekötve, tehát a tévét úgysem mozgatod állandóan, egyszerűbb oda kábelezni, és akkor nincs azzal a probléma itt a wifi, tehát eldobálja az internetet esetleg. Mert ez a baj, ezekben is egy nagyon érzékeny wifi adapter van. Tehát lehet, hogy kábellel jobban járna, a kábellel kötnéd be, és akkor lehet, hogy ez nem is jelentkezne ez a hiba. Aha. Lenne még egy másik kérdésem, az nem ide kapcsolódik. Igen? Telefonon Facebook, hogyha videót nézek, és hát videót akarok nézni, megosztást, uh-huh. És rányomok a videóra, azonnal kidob a Facebookról. Aha. Hát hogy ez mitől lehet? Hát valamiért nem kezeli jól ugye a Facebooknak az applikációja a videókat. Szerintem próbáld meg azt, hogy leszeded az egész Facebook appot, és fölteszed még egyszer. Lehet, hogy ez megoldja. Uh-huh. Nem tudok hát rá más megoldást. Ilyen, már én is tapasztaltam ilyet egyébként, egyszer-kétszer, de csak néha fordul elő. Hát igen, nem minden videónál, de úgy... Hát most egyre sűrűbben veszem észre, hogy így rányomok, hát és nem tudom megnézni, mert azonnal kidob. Tehát...
Nem tudom, mert igazából ez lehet, hogy az applikációnak a hibája egyébként, tehát nem biztos, hogy a telefon hibája, lehet, hogy egyszerűen valamiért összeveszik valami, mivel a Facebook app, most, hogy frissítették egyébként, most megint egy kicsit lassúcskának tűnik, már csak azért is gondolom, mert az én telefonom viszonylag gyors, de még ezen is néha belassul, tehát itt megint az app optimalizálásával van valami gond szerintem, de bízunk benne, hogy hamarosan javítják, és jön ki belőle újabb verzió. Jó, úgyhogy... köszönöm szépen, jó a műsor. Oké, én is köszönöm, hello, szia. No, menjünk tovább. Nyugodtan csöröghettek telefonon is, illetve Skype-on is. Skype-on olyan... Igen, na, Józsi itt van velem rögtön. De jó, hogy említettem a Skype-ot. Szevasz, Józsi! Igen. Húha, várjál, Józsi, várjál, mert valami nem stimmel, kicsit akadozol. Itt vagy? Itt vagy. Igen. Na, most már jó lesz. Az a helyzet, ezekkel a VGA, meg mit tudom, átalakítóval kapcsolatban. Igen? Igen? Szóval lehet csak ábet használni. Használ 2 euróért. Nem egészen értem, Józsi, mert megint akadozol. Abban már visszhangzik valami. Igen. Na most? Most jobb egy kicsit, vagyis a visszhang már nincs, de... Kikapcsoltam az a sarkját. Na, igen? Akkor ezt lehet használni, ezt a sima kábel? Akkor, hogyha a laptop át lehet kapcsolni, HDMI kimeneten VGA-t adjon ki a komputer. Van ilyen beállítási lehetőség. Hogy a HDMI VGA-t? Adjon ki a laptop, át lehet állítani. Aha, hát szerintem... Akkor ezt... jó, ez a sima kábel csak. Egyik vége HDMI dugó, másik vége VGA dugó. Ez csak akkor jó. Ez semmi elektronika nincs, mert semmi. Én ezt értem, igen, hát ezt mondom én is, de ilyen van, én ilyen, bevallom őszintén, nem hallottam még ilyenről. Tehát a HDMI az egy digitál, benne van a nevében is egyébként, hogy ugye High Definition Multimedia Interface, tehát az egy magas felbontású multimédiás kijárat, az full digitális, abban nincs analóg a HDMI-ben. A DVI-ban van? Hogy VGA-t adjon ki, ez nem csatlakozó. De hogy? Hát bocsánat, a VGA az egy csatlakozó, nem típus igazából, hanem az a videó grafik adapter, tehát gyakorlatilag a videókártyának a kimenete. Ja. De az nem, de az analóg. Tehát az analóg. Igen, de át lehet állítani a laptopba, hogy ilyen jelet adjon a kimenetet. Erre jó, ez a sima kábel, van ilyen, is láttam neten. Szerintem én értem, miről beszélsz, de az nem HDMI, hanem az ugye a DisplayPort, van olyan laptop, ahol DisplayPort van, és a DisplayPorton létezik olyan, igen, valóban, hogy azon kijön az analóg is, tehát ott létezik olyan átalakítási lehetőség, hogy ugye az úgynevezett D-sub csatlakozó lesz a VGA csatlakozó, mondjuk így, mert jobban ismeri mindenki, azt át lehet alakítani analógra is, tehát ott kijön analógon is, azon a csatlakozón, de a HDMI nem jön ki. A HDMI ez biztos, hogy digitális. Illetve a legtöbb laptopon nekem is úgy van, hogy van HDMI és VGA csatlakozó is van rajta. Tehát ki tudom hozni analógba is a laptopból a képet, de azt VGA kábelen keresztül. A HDMI-t nem lehet VGA-ra alakítani. Az biztos. Újabb laptopokban van olyan, hogy csak HDMI kimenet van, és ott lehet hozani. HDMI VGA nincs rajta, újabb laptopokban. Igen, ezt mondom, hogy ott nem HDMI kijárat van. Értem, csak ott nem HDMI kijárat van, hanem DisplayPort van, amin kijön az analóg is, meg a digitális is, tehát kijöhet belőle VGA-n is, kijöhetsz belőle DVI-on is, kijöhetsz belőle HDMI-n is, attól függ, hogy milyen csatlakozást, vagy milyen DisplayPortot, vagy ilyen átalakítót szerzel hozzá. Igen, ez az újabb laptopoknál így van, illetve a Mac gépeknél is úgy van, ugye ott terjedt el először a DisplayPort, de egyébként most már a legtöbb gépbe, a újabb laptopokba beleteszik valóban. De az nem HDMI, tehát nem a HDMI van átalakítva, hanem a DisplayPort van átalakítva. Tudom, de ilyet is olvastam, mert Amazonnál lehet venni ilyen adaptert is, 5 euróért lehet. Az egy dolog, hogy adaptert, figyelj, hogyha én is tudok olyan kábelt csinálni, amikor az egyik vége végé, a másik meg HDMI, csak nem fog működni, mert hát mi alapján működne, ugyebár. Tehát ez nem a csatlakozó fajtájától függ. Ilyen leírást találtam, hogy a laptopba át lehet kapcsolni, hogy a HDMI VGA jelet adja ki. Ezt értem, Józsi, csak mondom, az nem HDMI. Ilyen le van HDMI. De jó, oké. Rendben, köszönjük szépen. Hello, szia, menjünk tovább.
nyugodtan hívhatok, Nagy Pista jelölt bennünket például, úgyhogy most már őt is visszajelöm, te is csöröghetsz, illetve Minecraft Hero, Minecraft Hero is jelölt bennünket, te is tudsz most már csörögni hozzánk. Aztán Álmossal folytatjuk, én is Álmos vagy, bocsánat, hogy a neveddel viccelődöm, de rám meg ez igaz most így hirtelennyében. Tehát, szia Vendi, remélem, hogy tudsz segíteni, mert a napokban elkezdett rosszalkodni a gépen. Először kék halálokkal bombázott, majdnem minden nap, majd ezután szimplán csak szétesett a rendszer, elment a kép, és újraindult a gép. Később fekete hátteren egy olyan hiba üzenet fogadott már induláskor, ami azt írta ki, hogy hardware hiba miatt nem tudott elindulni a gép. Próbáltam újra telepíteni a Windows, de a fájlok kibontása szekciónál kiírta, hogy nem találja a fájlt, amit ki kellett volna csomagolni, ezt sokszor eljátszotta, és egy idő után már a merev leveszt se látta a telepítés indításakor. Most szerencsére működik úgy, ahogy, de elég lassú, és néha magától újraindulgat. Mi lehet a hiba? Optikai meghajtó, BIOS, vagy merev lemezt kellene cserélni esetleg, szektorhiba. Előre is köszönöm a segítséget, király műsor, sziasztok! Hát, Álmos, igen, ezzel az a gond egyébként, hogy hát most ezek közül gyakorlatilag bármelyik lehet. Én a merev lemezre gyanakszom első körben. BIOS gab az hát olyan nem nagyon van, tehát a BIOS, BIOS az ritkán romlik el, tehát a BIOS az ugye egy alapvető kis mini operációs rendszer, ami felelős a hardvereknek a különböző felismeréséért, gyakorlatilag arra való. BIOS resetet nyomhatsz rajta, igazából esetleg, az még hátha segít, de szerintem itt lehet, hogy inkább tényleg a merevlemezzel van gond. Hát ez az a móka, amikor az ember elkezdi szépen egyenként lecsekkolni az alkatrészeket. Ugye az optikai meghajtó, az nem tudom, okozna ilyen hibát, szerintem az önmagában nem okoz hibát. Akkor okoz ilyet, hogy mondjuk egy telepítés során olvasási hiba van, az betudható lehet akár az optikai meghajtónak is, azt mondjuk azzal ki tudod szűrni, hogy ha van esetleg tartalék optikai meghajtód, akkor kicseréled, ha nem, akkor operációs rendszert átrakod pendrive-ra mondjuk, és akkor pendrive-ról telepítesz, ott akkor ki lehet szűrni az optikai meghajtót. Merev lemeznél pedig, hát igen, ott pedig, tehát meg kell próbálni, hogy kicseréled, megnézed egy másik merev lemezzel. De nagy valószínűsége az a gond, illetve amit te itt nem tettél bele a felsorolásba, és még lehet két eset is, illetve három is, amire én tudok gondolni, az egyik az memória hiba is lehet, tehát hogyha valamilyen memória probléma van, ugye, tehát ott az adatok feldolgozásánál az okozhat hasonló problémákat, lehet táphiba, tehát hogy esetleg valamilyen kevés teljesítményt ad le a táp, és a gép ezt mondjuk lehet, hogy így kezeli valamiért, tehát hogy újraindulgat, mert valamiért ingadozik a teljesítmény, amit lead. Ugyanez a telepítés esetén is lehet, hogy leállnak alkatrészek, mondjuk a telepítés közben, mit tudom én, pont az optikai meghajtó, lehet, hogy pont a vinyó, és hát ugye amikor így leáll, kimegy a vinyó mondjuk a gép alól, és pont másolsz, vagy tehát tömörítesz, vagy valami, akkor persze, hogy nem tud magá, amit kell az operációs rendszerben, ez nincs normálisan lekezelve, tehát ilyenkor is okoz ilyen problémákat, illetve a harmadik mondjuk esetlegesen alaplapi hiba, tehát az alaplapon lévő vezérlőknek, vagy valaminek a hibája is okozhatja ezt. Tehát szinte mindenre lehet gyanakodni ebben az esetben. Úgyhogy ezt sajnos egyenként végig kell játszani, ha meg erre nincs lehetőséged, akkor meg szervíz, mert a szervízben fogják tudni akkor ezt végig játszani. Jó, menjünk tovább. Ja, telefonunk van, oké. Okay. Halló, halló, szia! Szia, Vendi, Marika vagyok. Marika, hello! Mi újság? Hello! Mesélj nekünk, mi a helyzet? Hát, a problémám a következő. Igen? A gépem most megint szórakozik velem. Na? Időnközönként az szétesik valamilyen ok által, és többször van úgy, hogy újra kell nekem indítanom, még kapok képernyőt. Uh-huh. Végül beindul, de mikor ezt észrevettem, hogy baj van, én akkor apránként elkezdtem mentegetni lefelé a dolgokat, ami kellett, de folyton lefagyott. Uh-huh. Tehát, ha jól értem, akkor időnként leáll a gépet, tehát kifagy, és amikor újraindítod, akkor nem látsz képet, tehát sokszori újraindításra jön csak be a kép. Uh-huh.
Hát figyelj, első körben a videókártyára gyanakszom. Tehát lehet, hogy erre gyanakszom én is. Hogy lehet, hogy egyszerű kontakthibáról beszélünk, hogy picit laza a videókártya. Nem tudom, milyen videókártyád van, illetve milyen az alaplap, hogy esetleg van-e másik slot, amiben át lehet tenni. PCI Express-es, vagy milyen? PCI Express, igen. Na, akkor elvileg kéne, hogy legyen még PCI Express port az alaplapodon, ha van, mert régebbi alaplapokon csak egy van, de azért a mai alaplapokon, vagy hát már egy ideje, már többet is tesznek rá. Lehet, hogy érdemes lenne átrakni egy másikba. És jó, vagy csak lehet, hogy csak annyi az egész egy kicsit megmozgatni, hogy úgy jobban benne legyen a helyén. És akkor, mert hogyha nincs kép, de időnként meg van, az általában kontakthiba szokott lenni. Igen, mert próbáltam azokkal kapcsolatot venni, akik elevenen összerakták ezt a gépet, de nehezen ment. Meguntam, és én hívtam valaki mást. De azt mondja, tegyek lakatot a számra, ne mondja meg, hogy én hívtam valaki mást. Aha. De ő megoldotta a problémát, tehát aha, nagy nehezen kiszűrte, az alaplap a hibás. Aha. Hát az is lehet, igen. Tehát ha nem mai a gép, akkor alaplapi hiba is lehet. Bár igazából lehet, hogy csak azért mondtam azt, hogy egy másik portba rakd át, mert lehet, hogy csak az egyik PCI Express porttal van valami gond. Lehet, hogy a másik attól még működik, bár tény, hogyha már ilyen problémák vannak, akkor nem szerencsés azt az alaplapot használni. De hát akkor viszont ki kéne cserélni ezt az alaplapot, ha tényleg az a hibás. Igen, csak az a differenc, hogy végül sikerült az a szerelővel eredetivel kapcsolatot venni, de ő meg nem hisz nekem, hanem el akarja vinni mit tudom mennyi időre a gépet, és tüzetesen átvizsgálni, és azt mondja, az ő elsődleges véleménye az, hogy valószínűleg mindent ki kell benne cserélni. Jó, hát igen, ezt hívják pénzlehúzásnak, igen. Tehát, pontosan. Hogy amikor azt gondolják a szerelők, és hát sok ilyen van sajnos, hogy az ember nem ért hozzá, vagy valami, és akkor ők ott azt mondják, hogy ez is rossz, meg az is, ezt is ki kell cserélni, aztán majd benyújtja a számlát, hogy mennyibe kerül. Hát igen, ezekre úgy oda kell figyelni. De hát figyelj, mert ha működik... az a differencia, hogy eredetileg ezek a dolgok még garanciálisak. Aha. Hát ha garanciális, akkor pedig vagy javítsák meg ingyen, vagy cseréljék ki, ugye? Csak ők kibúvót viszont... keresnek. Húzni hát... az időt. Pontosan, igen, hát ez jellemző sajnos. És most ezért nem tudom, hogy most mit csináljak, hogy őkre hallgassuk, hallgassak, vagy akit... kínomba hívtam, aki megállapította, mert ő mondta, hogy ő meg tudja csinálni. Aha. Kicserélni az alaplapot, meg hát igen, csak ha garanciális, de ha garanciális a gép, akkor ugye itt arról szól valószínűleg, hogyha te most hívtál már mást, akkor valószínűleg felbontottátok a gépet, mert a gép egybe volt garanciális, és ugye valószínűleg le volt blombálva. Na most, ha le volt blombálva, és azt így felbontottátok, akkor ugye azzal elvileg a garanciát elvesztette, mert hogy nem szabadna belenyúlni a gépbe. Hát úgy nem bontotta ő szét, ő csak levett az oldalt. Hát na, de hát az gyakorlatilag azzal, ugye van. Ezért mondta, hogy hallgassak. Aha, na igen, csak az a baj, neked elárultam. Észre fogja, hát meg a nagyvilágnak, de most ez lényegtelen ebből a szempontból, hanem az, hogy ha ezt észreveszik, akkor bele tudnak kötni abba, hogy ez bizony meg lett bontva, és akkor már nem érvényes a garancia. Na de elvileg én is szétszedtem tulajdonképpen, mert én azt hittem, hogy talán a véget van a baj, mert poros. Aha. Így átfújtam a sűrített levegővel. De a probléma továbbra is fennáll. Figyelj, Marika, ezt igazából, mert itt két dologról beszélünk most. Tehát az egyik ugye az, hogy van valami baj a gépnek, ami ugye elvileg, ha garanciális, akkor garanciába javítani kéne, vagy javítatni kéne, azzal járnál jól, mert az nem kerül pénzbe. Mert ha garanciálisan kicserélnek benne dolgokat, akkor ugye az a garancia idő alatt, akkor az elvileg nem kerül pénzbe. Viszont hogyha a másik az meg a jogi része, tehát ennek utána kell nézni, mert vannak azért olyan, tehát meg kell nézni a garanciális szerződést, hogy mi van benne, mert van olyan, ahol megbonthatod a gépet attól függetlenül, hogy garanciális, mert hát miért ne cserélhetnél ki benne valamit, de valahol ezt nem engedik. Tehát ezt meg kéne érdeklődni, hogy ez így van-e, vagy megnézni a jótállási jegyen, vagy nem tudom, lehet, hogy ott rajta van valami, valahogy. Hát úgy semmi különleges nincs, de hogy sikerült velük beszélni,
azt mondta, avval én nem tettem kárt, hogy én átfújtam sűrített levegővel, de azért át kéne vizsgálni. Hát te figyelj, ha garanciálisan ezt megteszik, és ez neked nem kerül pénzbe, akkor végül is miért ne vizsgálnák? Hát akkor hagyj vizsgálják. Nem? Csak az a baj, hogy hosszabb időre el akarják vinni. Hát igen, az benne és van. Nem tudom végül, hogy milyen állapotba kapom vissza. Hát igen, sajnos ez benne van a pakliban. De hát erre nem tudok én semmit mondani. Igazából. Tehát persze, benne van a pakliban, most ha rosszat feltételezünk, akkor még az is lehet, hogy tényleg kiszednek belőle van. Ez kicsit olyan, mint az autószerelő dolog, ugye? Hogyha valaki nem ért az autóhoz, akkor ki tudja, mit cserélnek ki benne, stb. Stb. Csak hát ugye itt egy kicsit más azért a történet. Erre nem tudok mit mondani. Tehát tényleg szakemberre kell valamilyen szinten bízni, aki ezt tudja, csak hát hogyha valahol megveszted és garanciálisan, tehát érvényesíteni akarod a garanciát, hogy ez neked ne kerüljön pénzbe, akkor kénytelen vagy rájuk bízni valamilyen szinten. Igen. Vagy rábízhatod bármilyen más szerelőre is, csak valószínűleg ő nem fogja ingyen megcsinálni. Hát már beszéltem azzal a másikkal, azt mondta, hogy ő megcsinálná, de ahogy mondta, akkor ki kell cserélni az alaplapot, meg a videokártyát, így is, úgy is. Mivel a kettő csak azért meg kéne bizonyosodni arra, hogy tényleg azzal van-e a baj. Mert ha egyébként meg működik, csak lehet, hogy tényleg, mit tudom én, valamilyen csatlakozási probléma van, tehát tényleg ilyen kontakthiba, ami egyébként új alaplapoknál is előfordulhat simán, hogy valahogy nem jól illeszkedik, lehet, egy picit nem jól van benne a házba, és ezért nem tud rendesen csatlakozni, és ott néha kicsúszkál, vagy valami, pláne ha esetleg mozgatva van. Az előfordulhat vadonatúj gépeknél is, ez még önmagában nem hiba, mert ha ezt az ember valahogy megoldja, akkor onnantól kezdve működik ez. Tehát ez nem biztos, hogy az alaplap vagy a videókártya alapból hibás lenne, csak lehet, hogy valamilyen kontakt probléma van. Tehát ezért nem biztos, hogy ki kell cserélni. Csak hát ezt ugye át kéne nézni, meg kéne vizsgálni ezeket a dolgokat. Tehát ha, mert értetted, most miért cseréltetnéd ki, ha lehet, hogy semmi baja nincsen? Épp ezért gondoltam, hogy e véget hívlak fel, mint utolsó tanácsadó. Hogy melyik lépést tegyek. Hát nehéz kérdés, mert mondom, nem tudom. Tehát nehéz. Ha garanciális, akkor inkább a szervizt választ, aki garanciálisan ezt átvizsgálja neked és megcsinálja ingyen, logikus módon. Mert hogyha valaki fölajánlja, hogy megjavítja neked és kicseréli az alapot meg a videókat, az biztos, hogy pénzbe fog kerülni, ha nem az a cég, akinél vetted, mert ugye nem ő vállalt rá garanciát. Tehát ő nem fogja ezt neked ingyen megcsinálni szerintem. Igen, csak az a baj, hogy elég sűrűen kellett cserélnem szerviz ezeket, mert egyesek mindig csak úgy eltűntek, mint a kámfor. Fütyültek, válaszolnak, mint felvenne a telefont. Hát figyelj, nem tudok erre mit mondani, egy megbízható. És mikor nem tudok valakivel hosszú ideig kapcsolatot teremteni, mikor nagy baj van, akkor persze, akkor az automatikus, hogy akkor keresek egy újat. Persze, hát ezt én értem, csak hát ezért kell megbízható embereket találni, ami nagyon nehéz manapság valóban. Mert azért egy normális szervízben megcsinálják és foglalkoznak azzal, hogy ez tényleg jó is legyen. Most, de mondom, tehát ez az a gáz, hogy garanciális, és ha garanciális, akkor viszont kénytelen vagy velük javítatni, mert úgy úszod meg ingyen. Igen. Hát akkor felhívom őket is, akkor elintézem velük. Oké. Okay. Jól van, Marika. Köszönöm a segítséget, Vendi. Én is köszönöm, hogy hívtál. Szia. Ügyesen. Nos, aztán Józsi, HDMI végi átalakítók. Igen, ilyen is van, ahogy látom. De várjál, ez végéje. Igen, de hát ez is konverter valószínűleg. Sőt, ráadásul ugye biztos, hogy konverter, mert még van USB csatlakozó is rajta, ami azért van rajta, hogy tápot is kapjon a kütyű gyakorlatilag. Nem, tehát jó, lehet ilyet csinálni, de igazából nem, tehát értem én, csak nem, ez ilyen nem annyira javasolt, vagy ajánlott, vagy nem tudom, ilyen átalakítókon keresztül használni, úgy egyébként is van, ez sosem ugyanaz, vagy legalábbis néha nem teljesen ugyanaz, pláne analógot akarunk digitálisba, tehát ott azért nem ugyanolyannak lesznek nem ugyanolyan képet fog adni egy analóg
VGA-ból átalakított HDMI-re, analógról HDMI-re átalakított, nem tudom, számítógép képe, mint hogyha az tényleg digitális lenne. Tehát nem tudom, mi a cél, mit akarunk vele első körben elérni. De jól látom, ez se egy olcsó darab. Lehet, ez egy ilyen konverter. De mondom, 10.000 forint környékén van, ez is 10.000 forint, amit itt linkelt nekünk Józsi. Aztán Imre kérdezi, hello Mendi, teszteltél már Android Wear-t? Ha esetleg igen, van-e valami tapasztalat, illetve vélemény róla? Nem igazán teszteltem. Illetve hát Android Wear-t, mint úgy, ugye Android Wear az egy operációs rendszer, vagy legalábbis azokat az eszközöket hívják így, amik ugye a viselhető eszközök, tehát az okos órák, mondjuk androidos operációs rendszerét hívják Android Wear-nek. Ugye ez egy ilyen butítottabb Android, ami ezeket az eszközöket hajtja. Én bevallom őszintén, én nem vagyok ezeknek a kütyüknek a, nemhogy a híve, én nem látom túl sok értelmét az ilyen eszközöknek. Legalábbis az okos óráknak. Azt is elmondtam már régebben is, hogy milyen esetekben tartom esetleg értelmét, de ezek olyan esetek, amik mondjuk rám annyira, tehát hogy most mérjem a pulzusomat egy órával, tehát nem tudom, meg tudom mérni a pulzusomat óra nélkül is, ha nagyon akarom, vagy nem tudom, tehát hogy nem igazán vagyok az ilyen kütyüknek annyira híve. Úgyhogy nem, nincs róla véleményem sem, tapasztalatom meg egyáltalán nincsen. De ha egyszer hozzájutok egy ilyen kütyűhöz, akkor már utána tudok mondani véleményt róla. Egyelőre a látatlanban a véleményem az, hogy nincs szükségem ilyen eszközre, és ha nincs szükségem rá, akkor ennyi egyelőre a véleményem. Ha mindenképpen véleményeznem kéne, akkor meg ahol meg kell tapasztalnom tényleg, hogy mit tudnak. De egyébként szerintem ez annyira gyermekcipőben van jelenleg, hogy annyira, hogy mondjam, még újdonságnak számítanak ezek a viselhető kütyük. Lehet, hogy a jövőben lesz ennek valamilyen értelme. Pont az egyik barátommal beszélgettünk tegnap ugyanezekről a dolgokról, hogy itt a viselhető, tehát az okos kütyük, okos órák, mit tudom én, az Android, vagy a Google Glass, meg ilyenek, hogy ezek mennyire lesz ezeknek egyáltalán értelme. Vagy a jövőben mennyire fognak ezek elterjedni. És ő például azt mondta, hogy szerinte ugye az lesz, most egyre inkább a nagy okos telefonok felé megyünk, ugye régen a kicsi telefonok voltak a lényeg, zsugorodtunk, most megint növekszünk, utána most megint a zsugorodás a következő történet, és ugye majd egyre inkább lehet, hogy például szétválnak bizonyos funkciók. Tehát ugye azért nagyolódnak mostanában az okostelefonok, mert tartalomfogyasztásra használjuk őket. Ugye? És minél nagyobb kijelzőn fogyasztunk tartalmat, annál kényelmesebb tartalmat fogyasztani. Na de ott vannak a táblagépek is. Csak ugye az emberek azok úgy állnak hozzá, hogy most vegyek egy ilyet is, meg egy olyat is, az úgy lehet, hogy sok, lehet, hogy csak egyre van pénze, inkább tudjon egybe mindent. És ma ez divik, de aztán ez valószínűleg megint egy idő után ketté fog válni. Tehát ez így működik valahogy a világ ebben a nem is tudom, színusz görbében állandóan, hogy majd lehet, hogy ezekben az okos kütyükben majd ebbe lesz mondjuk a SIM-kártya, és ez lesz a telefon. Mondjuk erre fogjuk használni az okos órákat, hogy arról telefonálunk, viszont tartalmat ezen nem fogunk fogyasztani, mert az kicsi, arra használjuk majd a táblagépünket. És akkor gyakorlatilag az óránk adja majd a netet mondjuk a táblagépnek, vagy ha otthon vagyunk, akkor ugye wifi-ről is lehet működtetni. Tehát majd így lesz ez, de ettől függetlenül szerintem megmarad majd az a szegmens is, tehát lehet, hogy inkább párhuzamosan lesz az így. Nem tudom, tehát igazából ez majd eldől. Meg lehet, hogy azért van ennyiféle kínálat, hogy majd mindenki eldönti magának, hogy melyiket akarja venni, mert most is lehet kapni okos órákat, nem tudom, kinek van olyan, nekem az ismerősi körömben senkinek nincs, de egy embernek van, aki kapta ajándékba a telefonjához, de szerintem nem használta soha. Úgyhogy ennyi. Jó, na, ennyi fért bele mára, ha jól látom, amúgy is. Köszönöm szépen a figyelmet. Holnap folytatjuk. Jó, úgyhogy várlak benneteket 5 órától a képernyők előtt, aztán hát bízunk benne, hogy valami izgalmas dolgot fogok tudni nektek mondani az új Windows-zal kapcsolatban. Holnap kiderül. Sziasztok!